Fono legjobb világzenei albuma kategóriában, a három legtöbb szavazatot kapott jelölt, a Buda Folk Band Magyar Világi Népzene című albuma, ami egy 2014-es lemez, a Csík zenekar Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen 2008-as albuma, valamint Lajkó Félix Mező című lemeze, ami 2013-ban jelent meg. A kategória győztese pedig... a Buda Folk Band Magyar Világi Népzene című albuma. Gratulálunk nekik! Taps! A díjat Horváth László adja át, és a Buda Folk Band zenészeit köszöntjük, a Buda Folk Band négy tagját. Így van, Csóri Sándor Sündi, ifjabb Csóri Sándor Sündi, Salamon Soma, Maruzsenszki Andor, Éri Márton. Mondtam, hogy a legnagyobb lócát hozzátok. Foglaljatok helyet, dobjátok el a párnákat. Gyertek, csücsüljetek le, Andorkám, ne szerénykedj. Okay. Támasztom hátra. A Somát. Albumotok címe egyben stílusteremtő, egy új stílus megjelölést is, stílust is alapít, hiszen Sündi, ez köztudottan a te műfaj elnevezési ötleted, ez a most hirtelen akartam kimondani, Magyar Világi Népzene. Igen, ezt én használtam a legtöbbször, ennyi. De. Hogyha rávilágítanám, hogy miért, miben különbözik ez a világzenétől, és ebben azért óvatosan az arszpoétikára is rákérdezek, ami a Buda Folkot jellemezte. Szerintem hallgassa meg mindenki, és akik meghallgatták, meghallgatják, azoknak nem kérdés, hogy mi a különbség. Jogos, kell a jogdíj, mi? De... azt hiszem, hogy mindannyiunknak hiányzik az a hangzás, amit csináltatok, de mi mindannyian megtaláltátok a helyeteket, nyilván nagyon jó zenészek vagytok, és rengeteg formációban játszatok mindjárt. Mit jelentett az életetekben mégis zeneileg a Buda Folk? Sok kísérletezést. Sok kísérletezést, meg sok együtt töltött időt, sok együtt muzsikált koncertet, örömben, bánatban. Volt ilyen is, volt olyan is. Én szeretek a szép emlékekre visszaemlékezni belőle egyébként, meg arra sok jó kísérletre, amit csináltunk. Aztán volt, amelyik jó volt, volt, amelyik kevésbé, ezt majd az idő meg az utókor úgy is megítéli. Van erről a történet, tudod, hogy a Pegi Aladárnak mondták a tanítványai, hogy Ali bácsi, hozhatunk feldolgozást, meg hozhatunk számokat a próbára, bocsánat, hozhatunk számokat? Persze, gyerekek, hozhattok, ha jó, de nem jó. Marci, te is sokadik generációs népzenész vagy, ugye édesapád nevelő apja Martin György, a legnagyobb néptánckutató, édesapád pedig Éri Péter, a muzsikásnak a művésze, hogy mennyire kellett megvívni ezt a zenei harcot a szülői generációval, vagy mennyire tetten érhető esetleg az a motiváció, hogy újra fogalmazzátok a népzenét. Ez értelmezhető kérdés egyáltalán? Hát, oké, azt mondja, hogy eljutott a tudatom még a kérdés. Hát nem kellett megküzdeni vele, hogyha erre vagy kíváncsi. Tehát, mit szólt hozzá? Szerette ő? Szerintem ő örült neki, vagy hát gondolom, hogy a családjaink többsége mind örültek neki, hogy így együtt muzsikálunk együtt. Nyilván ez egy generációs ugrás is volt, a muzsikás és a Buda Folk Band. Nem titkoltan, ugye ilyen szülőkkel rendelkezik, mint Csóri Sándor, vagy Éri Péter, vagy Salamon Ferenc például. Nyilván erre a népzenei pályára szántak minket titkon, de hát mivel mi is az ő zenéjükön nőttünk föl, ezért ez szinte, hogy így egyértelmű volt, hogy mi is elkezdünk majd, ahogy Soma mondta, kísérletezni. És igen, hát a megélt időről is volt még előtte kérdés. Hullámhegyek, hullámvölgyek jellemezték a dolgot, és értettem benne a csalafinta gondolatot. Ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy mi lenne, hogyha a Gangsta Zoli és bandája gumicukrot enne koncert közben, és vegyes márkát inna. Nyilván mindenki tudja, hogy mire gondolok, ezt nem titkoljuk el, hogy volt ilyen is, meg olyan is, de a közösen megélt 10 év azért az önmagáért beszél. Ott vannak a sikereink, nyilván nem véletlenül kaptuk ezt a díjat most.
Köszönöm. Andort is megszólítjuk, a háttérhatalmat. Azt mondjuk nem gondoltam volna, hogy akkor leszünk együtt a színpadon a zenekar nagyja, amikor nem lehet igazából a színpadon lenni. Igen. Andor, te vajdaságból evicc két év föl ide az anyaországi térképre. Jól tudod István, igen. Tisztában vagyok a családfáddal, hogy sejtetted volna, hogy egy ilyen bandába belekeveredsz, és ilyen szintű feldolgozásoknak leszel tettes és csendes társa, hangos társa. Egyszer csak. Nem hiszem, hogy ebbe belegondoltam. Ekkor még egyébként volt egy ilyen legendás helyszín, ez a Podmanicki utca 11-es szám alatt volt, és azt hiszem, hogy ez a gondolatiság, ami a Budafolkot jellemezte, az ott kapott ott erőre. Mi az a gondolatisága a Budafolknak, hogyha már belekapaszkodhatok ebbe? Ezt nehéz kicsit megfogalmazni, de azért arra gondolok, ez a lemezeinken is rajta van, hogy a népzenei számok is azt hiszem igen magas minőségben vannak előadva, tehát ez az volt az a közös nyelv, amit mindannyian értettünk, de ezen túl is hát leginkább Sándor vezényletével, de mindenkinek egyébként voltak jó kis saját ötletei. Ezen a nyelven alapulva próbáltunk meg feldolgozásokat készíteni, és ahogy ez a díj is mutatja, úgy tűnik, hogy nem sikertelenül. Köszönjük szépen nektek, hogy itt a Covid ellenére egy lócára mertetek ülni. Soma. Az Andornak van egy gondolata ilyenkor, vagy hát nem ilyenkor, hanem, de ezt mindenképpen meg akarom veletek osztani, igazából tényleg a copyright Andor. A díj miatt szeretnénk köszönetet mondani barátainknak, családjainknak, családaink barátjainak és barátaink családjainak. Jaj. Nagyon szép. Köszönjük szépen, Budafolk Band! Thank you.